los terroristas. Sziasztok! Nagyon sok kérdés érkezik olyan témakörben, hogy milyen szemüveget választatok, és most nem a napszemüvegről beszélünk elsősorban, hanem ugye az FPV szemüvegekről. Ha valaki megpróbál rákeresni az interneten, eléggé sok fajtát találtok majd, és hát gondolom kíváncsiak vagytok, hogy mi is ezekben a különbség. Mi a baráti körbe ezt a, hát hogy is mondjam, ezt a két lencsés, vékony típusú szemüvegeket szeretjük. Természetesen ezen kívül vannak még ehhez hasonló úgynevezett ilyen doboz szemüvegek. De nézzük meg, hogy kicsit miben is különböznek ezek egymástól. Azon kívül, hogy ki gyártja őket, a legfőbb különbség az valószínűleg az áruk lesz. Ugye Ákosnál egy, hát nem tudom, mennyire mondhatom, hogy régebbi fecsár. Teljesen elavult már. Mennyi? Egy év? Másfél? Nálam az enyém. Igen, azt azért nem mondjuk, hogy elavult, mert vagy mindjárt. Az elavult, az itt kezdődik. Tehát ez? Ez olyan fecsárk, amit még talán senki nem nagyon ismer. Pár darab volt, ezzel jött be a fecsárk köztudatba. Ez az RCV 922 pontosan. És egyébként felbontásban nem olyan rossz, mert 640x480. Igen. A te fecsárkod, ami legelőször volt, a tiéd van. Nekem az a Predator V2. De az is 640x480. Az is 640x480 volt. De volt egy korábbi. Az csak 320x240. Tehát itt ugye a legnagyobb különbség az, hogy ami benne van kijelző, annak milyen felbontása van. Ez az egyik, ami nagyon fontos szempont, illetve a másik az, amit majd kicsit közelebbről is megmutatunk nektek, hogy mennyire lehet ezeket a lencséket állítani. Amit ugye Tom is említett, a legelső fecsárkom, illetve az övé is, az még semennyit nem lehetett állítani. Tehát az, ahogy gyárilag belerakták a lencsét, az vagy jó, vagy nem jó. Lehet nagyjából, csak annyira szét van hekkelve, hogy egyáltalán nem lehet. Tehát ez, amit én használok most már egy ideje, ez az Ichin LV 100-as szemüveg, ezt biztos nagyon sokan láttátok már, mert eléggé népszerű volt méghozzá az ára miatt, ez körülbelül ilyen 70 és 80 euró között mozgott, tehát én azt hiszem valami 23 ezer forintért tudtam megrendelni. Viszont ugye, majd megmutatjuk közelebbről, ezt mindenféle irányba lehet állítani a lencséket, tehát itt távolabb is, illetve előre-hátra. Ez azért fontos, mert ugye, hogy változik a fejméret, illetve a szemtávolságunk is, mindenki be tudja magának elméletileg ugye állítani. Ugye Ákosnak a fecsárkja is tudja ugyanezt, viszont ugye abban már alapból van egy DVR, illetve neked a felbontásod az nagyobb, ugye? Hát megmondom őszintén, szerint nem tudom. De 840x480 talán, de lehet, hogy hülyeséget mondott. Illetve a fó. Field of view szerintem egy olyan 35 fok talán, de régen néztem meg a specifikációit. Nekem az csak 25. Mozi hátsó sor. Ez durvább, mint a HD2, mert az 45 fokos. Igen, mozi tehát, első sor. Hogy értsétek, hogy ez mit jelent, tehát amikor mondjuk az én szemüvegemet fölveszitek, az kb. Olyan, mintha tényleg a mozi hátsó sorába beültök, és mondjuk leraktok előre egy, hát, meg nem tudom, egy mondjuk egy ilyen 160 centis tévét a mozi hátsó sorából, tehát fixen előre kell nézni, és láttok egy ekkora képet. Én nagyon szeretem ezt, mert a szemem csak egy irányba néz, nem kell mozognia, és nem fog el... Lusta vagy mozgatni a szempontból? Hát nem csak lusta vagyok, hanem én, hogyha mozgatom a szememet, akkor én képes voltam például egy ilyen doboz szemüvegbe, ami viszonylag közel van egy nagy kijelző. Ez elsőre jónak hangzik, viszont ugye az adatok, az akkumulátor, a feszültség, vagy éppen az RSSI, ugye általában ezeket mindig a sarkokba el szoktuk dugni, és hogy néha-néha rápillantsunk ezekre az értékekre, meg kellett mozgatni a szememet, máshogy kellett fókuszálni, és megmondom őszintén, én voltam, amelyikben például sírtam. Tehát én nekem az ilyen, tényleg, tehát én nekem ezek a szemüvegek nem jött. Tényleg, tehát nekem ezek nem jöttek be, én ezért maradtam ennél a pici szemüvegnél. Ugye Ákosé már egy fokkal nagyobb, tehát olyan, mintha mondjuk két sorral lentebb ülne, de még mindig ugyanazt. Tomi, meg már az első sorban ülök, csak ugye ennek is van egy hátulütője, hogyha nagyon nagy a fov, akkor a képnek a sarkai már torzítanak. Persze az újabb szemüvegeket
ezeken már javítottak, viszont ennél még nem javítottak, és annyira torzít a képnek a sarka, hogyha túl szélre teszem az OSD-t, akkor már nem is lehet elolvasni. Ugye a másik megoldás, hogyha esetleg ezek a szemüvegek nem jönnének be, mert ez is előfordulhat, volt egy olyan ismerősünk, aki megvette az akkor úgymond a fecsáknak a csúcs modelljét valami 150 ezer forint környékén, viszont az ő elmondása szerint annyira hülye feje volt, hogy egyszerűen akárhogy áligatta a két lencsét, egyszerűen nem tudta úgy összehozni, hogy ne kettő képként lássa, hanem egyként a szeme, és nem tudott bele egyszerűen repülni. Túl ezért... közel volt a két szeme egyben. Hát igen, próbáltam már csiszolgatni, reszelgetni, de egyszerűen nem jött össze. Tehát attól függetlenül, mert valaki mondjuk egy 170 ezer forintos szemüveget vesz, nem feltétlen jelenti azt, hogy az tökéletes is lesz. Ami nagy valószínűséggel mindenkinek jó, az az ilyen doboz szemüveg. Ugye általában ezekben egy lencse van, és annyiban különbözik, hogy mondjuk milyen távolságban. Tehát van olyan doboz szemüveg, ami csak ilyen kicsi, van, ami nagyobb. Ezeknek a viselete nem a legkényelmesebb, illetve hát azért valljuk be, egy ekkora dologról beszélünk. Ez mondjuk ugye a DJI-nak a saját szemüvege, az azért már egy elég komoly dolog. Itt már kettő darab HD kijelzőnk van benne, amit szintén tudunk módosítani a távolságán, de erre nem igazán volt még szükség. Illetve nem beszélve arról, hogy ennek már ilyen 1240-es felbontása van, tehát ennek már azért elég szép képe van, viszont cserébe... A lencsét mozgatod egyébként. Igen. A kijelző az marad ugyanott, csak... Igen, viszont ugye ez egy ekkora szemüveg, tehát mondjuk még a mieink ugye... Kényelmes, meg minden, ekkorák, de, ez így ekkora. De nagyon nagy. Tehát amikor azért gondolom... Gáz vele utazni. Igen, tehát azért gondolom mindenki viszi a kis repülős cuccait, és már így is annyi mindent viszünk magunkkal, hogy ne járjunk pórul, hogy az első aksinál sérülünk, tehát már szerszámok, stb. Egy ekkora dolgot magunkkal vinni még azért már nem egy olyan könnyű dolog, viszont cserébe eléggé szép képe van, meg fogjuk nektek mutatni. Úgyhogy választás az van bőven, de sajnos azt, hogy melyik a legjobb szemüveg, erre egyértelmű választ tényleg nem lehet adni. Ezt mindig a saját magatok tudjátok eldönteni, viszont tényleg nem a technikai adatok alapján, hanem kipróbáláskor. Kényelem, arcforma, és hogyha tehetitek, keresetek fel pár csoportot, akinek kinéztek egy szemüveget, élőben nézzétek meg, ha úgy is beválik, be tudjátok úgy állítani, hogy a sarkok is élesek, fejformátok, nincs beszűrődő külső fény, az a legjobb módszer. Így videóról nem lehet átadni semmi olyat, ami... Hát meg ugye technikai adatok alapján is, tehát Tomi például annak idején... Különben úgy jártok, mint én. Igen, tehát Tomi annak idején a doboz szemüvegek híve volt, és gyakorlatilag azt hiszem 5 darabot rendelt magának, mert az interneten a leírás alapján hát mindegyik. Angolról, Hobbikingről rendelgettünk, és jöttek sorba, és akkor megjött az első, kipróbáltam, nem jó. Akkor megjött a második, kipróbáltam, nem jó, és akkor így sorba mentem végig, próbáltam az olcsóbbik utat választani, de végül ott járok kb. Mint Ákos. Igen, csak hát egy egész nyarat eltöltötti azzal, hogy szemüvegekre vártál, igen, és cserélgetted őket, illetve még bajlódni kellett az eladással is. Mindegyiknek van valami baja, egyébként tökéletes szemüveg nincs, de talán... Ez volt az, amivel kompromisszumot tudok kötni. Igen, én is úgy voltam, hogy ez a kis Ichin LV100, ez úgy gondoltam, hogy ezért a 24 ezer forintért, én ezt a kis képet, az előző szemüvegem képe is ugye egy kicsi volt, én hozzászoktam ehhez. Van hozzá egy külső DVR 3000 forintért, tehát teljesen jól működik. Megmondom őszintén, hogy egy... Ugye a mai fecsárkok, ugye ha az mindig az aktuális modelleket nézzük, azért ezek ilyen 150-150 ezer forint környékén mozognak, akár ugye például a DJI-nek ez a szemüvege. Attól függetlenül, hogy mennyi pénzt elköltünk erre a hobbira, így egy összegben valahogy én még mindig sajnálom így kifizetni egy szemüvegért. Tudom, hogy baromi jó, de valahogy nem. És biztos sokan vagytok ezzel így. Úgyhogy a legjobb tanács talán az szemüvegválasztás esetén, hogy akár egy találkozóra. A versenyt nem mondom annyira, mert ott azért eléggé kötött a tempó a srácoknál, amikor verseny van, de egy ilyen baráti találkozó, vagy egy hétvégi repülésre nyugodtan menjetek el, egy 2 percet mindenki rátok fog szállni, hogy elmondjátok, hogy szeretnétek ezt, ki akarjátok próbálni, fejetekre rakjátok, megnézitek, ahogy más repül, és el fogjátok tudni dönteni. Máshogy sajnos ez nem fog menni szerintem. Úgyhogy gyertek és nézzétek meg. Sziasztok! Ciao.